És akkor folytatjuk az előző, már mint a pedofil ellenes törvény témáját Szent Iványi István külpolitikai szakértővel, már az Újvilág néppárt színeiben. Jó reggelt Igen. kívánok! Jó reggelt kívánok! Beszéljünk majd a konkrét kifogásokról is, de először a szóváltásról, ami kialakult a holland miniszterelnök, illetve a magyar igazságügyi miniszter között. Ugye Márk Rutte úgy fogalmazott, hogy szerinte ezt a törvényt vissza kell vonni, vagy ha nem, akkor Magyarországnak távoznia kell az Unióból. És itt angolul a térdelést, térdekkel kényszeríteni Magyarországot kifejezést használta, és erre reagált nagyon élesen Varga Judit, amikor azt mondta, hogy amíg élek, minden erőmmel azért fogok harcolni, hogy magyar embernek sose kelljen térdelnie se Rutte nevű, se semmilyen más gyarmatosító előtt. Hollandia vezetője ezzel a mondatával kiírta magát a civilizált emberek köréből. Ez a szokásos, nagyon vehemens diplomáciai szóváltás része csak, és egy teljesen más megoldás születik majd a törvény kapcsán, vagy tényleg ekkora indulatok vannak most? Ez egyáltalán nem szokásos, és nagyon nagyok az indulatok, és nem az a legfontosabb, hogy Varga Judit mit válaszolt, hanem a tegnapi vita, vagy a ma hajnalig tartó vita az Európai Tanácsülésen, ahol még élesebben felvetődött ez, és Rutte megismételte azt, amit mondott. Azt mondta, hogy Magyarországnak el kell döntenie, hogy benne akar maradni, vagy nem, és ott van az 50-es cikke, ugye, ami alapján Nagy-Britannia kivált az Európai Unióból, tessék, lehet távozni. Alexander de Croo, a belga miniszterelnök ma hajnalban 2 óra 24 perckor, amikor véget ért a tanácsülésnek a tegnapi napja, akkor úgy nyilatkozott, hogy döntő pillanathoz érkeztünk el Magyarország vonatkozásában, és ha nem vonják vissza, akkor ennek nagyon súlyos következményei lesznek. Tehát ez már messze több, mint az eddigi viták voltak az Európai Unióval. Most valóban drámaivá kezd alakulni a helyzet. Én abból indulok ki, hogy a magyar kormánynak eredetileg nem ez volt a szándéka. Annak természetesen mindig örül, hogyha vitatkozhat Brüsszellel, és az be is volt kalkulálva, hogy ebből lesz morgás, lesz vita, viszont ez most túlment mindenem. Láthatóan azt mondják a beszámolók a tegnap éjszakai vitáról, ami hát mondom a vacsorán kezdődött és 2 óráig tartott, hogy gyakorlatilag a lengyel és a szlovén miniszterelnökön kívül mindenki támadta, sokan nagyon élesen kritizálták, de mindenki másnak is problémái voltak. Általában a szlovák álláspont nem volt teljesen egyértelmű, a többiek mind élesen támadták, és hát egyre többen vetették fel azt a kérdést, hogy Magyarország van-e helye ilyen körülmények között. De ugye Varga Judit úgy reagált, hogy Magyarország maradni akar az Unióban, Orbán Viktor pedig úgy reagált, hogy nem vonjuk vissza a törvényt. A kettő együtt igaz lehet? Hát nyilván maradni is akar, meg vissza se akarja vonni. Meg is tud ez valósulni? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ez igen. Tehát ugye itt az a helyzet, hogy most már, ha ő visszavonja, akkor egy megalázó vereséget szenvedett el, és ez a választások előtt kevesebb, mint egy évvel egy nagyon súlyos csapás. Ugye fölégették azt a hidat, azt a kényelmes megoldást, ami lehetett volna, hogy Áder János elutalja az Alkotmánybírósághoz, és akkor az Alkotmánybíróság hosszú ideig ezzel elfoglalkozgat a választásokig, és akkor tulajdonképpen okos kata, meg is hoztuk a törvényt, meg nem is. Ezzel el lehetett volna venni az élét. De Áder János sietett aláírni, és most már csak a visszavonás lehet egy megoldás. Ugye itt ez egy előkészülete annak, ami ősszel várható. Minden jel arra mutat, hogy igazából ősszel indulhat meg a jogállamisági mechanizmusnakból következő eljárás, ami hát a pénzügyi támogatások felfüggesztéséig is eljuthat. Minősített többség kell hozzá, de most úgy tűnik, hogy ez bőven megvan. 17 államfő tegnap, vagy állam és kormányfő tegnap külön levélben jelezte a fenntartásait, tehát ha itt nem változtatnak, akkor a veszély az, hogy... Igen, de Orbán Viktor azért nagyon régóta játszik ezen a pályán, és nyilván van egy olyan B meg C verzió, hogy nem visszavonja, de úgy módosítja a törvényt, hogy ezt kint is el lehessen adni, meg itthon is. Igen, ez is lehetséges, hogy valamilyen mértékben módosítja a törvényt, de azért az már neki az is vereség, de ez még belefér a dologba, csak hogy itt, ahogy az angol mondaná, damage is done, a kár már megtörtént, tehát most már olyan mértékben hergelte maga ellen az európai közvéleményt, és ennek egy olyan részét is, ami neki különösen fájdalmas lehet, a futballtársadalmat. Tehát az, hogy a Barcelonától kezdve számos topklub tiltakozott ő, világhírű játékosok tiltakoztak, a stadionok szivárvány színűvé váltak. Tehát ezzel a törvényen sikerült maga ellen hangolni a futballvilág jelentős részét is, és hát nem véletlen, hogy nem mert elmenni a magyar-német mérkőzésre. Amit egyébként önértelme... Nem mert? Ez én azt gondolom, biztos, hogy erről van szó, nem arról, hogy fontos tárgyalások volnak? Nem, hát szerda délelőttig nem volt a fontos tárgyalások, ez akkor derült ki, ugye szerda délelőttig úgy volt, hogy megy. Ő azért nem ment, és ezt azt kell mondjam, hogy helyesen tette, mert
nagyon rossz hatással lett volna a magyar csapatra az ő jelenléte, mert ott egy tüntetésé alakult volna át az a futballmérkőzés, egy ellene szóló tüntetésé és folyamatos fújolásá is. Ennek nyilván nem akarta kitenni a futballistákat, ami helyes is, mert káros lett volna, de hát ezzel szembesülnie kell, hogy az ő megjelenése az most már káros. Egyszerűen felháborodást vált ki. Ugye most egy hetet kapott a magyar kormány arra, hogy a bizottság levelére válaszoljon. Mennyiben újdonság az, mert hogy szakértők azt hangsúlyozzák, hogy most nem csak egy ilyen ideológiai konfliktus van, hanem a bizottság konkrétan olyan az uniós belső piac működését sértő részleteket talált ebben a törvényben, amivel sokkal precízebben tudják megtalálni a kritika alapját. Tehát például a vállalkozás szabadságát sérti szerinte, amikor megmondja, audiovizuális törvény. Igen, hogy milyen tartalmakat lehet. Aztán azt is mondják, hogy például nehéz lesz majd elmagyarázni, hogy akkor mi számít propagálásnak, a homoszexualitás propagálásának, egy könyv vagy egy újság, hogyha ilyen tartalmakat megjelenít. Tehát szóval, a törvény úgy beszél, hogy mennyire megjelen. Konkrét kritikák, mennyire a velejét találják meg annak, ami az uniónak fontos. Szerintem elég, ugye 5 kifogást említ ez a bizottsági levél, és azt mondja, nem kap választ, akkor elindítják a jogi eljárást, tehát a kötelességszegési eljárást. Az más kérdés, hogy az el szokott húzódni, tehát az lehet 1-2 év is, amíg befejeződik, de minden esetre azért ez egy komoly jelzés. Ugye hivatkoznak alapvetően az alapjogi chartára, de ez az a terep, ahol az interpretáció kérdése, hogy ez most ütközik vagy nem. Ez ugyanaz, mint a magyar alkotmányosság, hogy lehet így is értelmezni, meg úgy is. Viszont a konkrét kifogások is vannak a belső piac, illetve az audiovizuális törvényre vonatkozóak, ezeket már nehezebb kivédeni. Ilyen módon biztosan módosítani kell, ha nem akarják eljutatni az ügyet az Európai Bíróság elé. Tehát az látszik, hogy erre most már nagyon komolyan fölkészült a bizottság. Ugye a bizottság elnöke azt mondta, hogy szégyen, it's a shame. Tehát ez egy nagyon kemény kifejezés volt. Tehát ilyeneket Orbán Viktor is azt mondta, hogy az a szégyen, igen, hogy így megelelegezi, mielőtt még a gyakorlatban működne a törvény, Ursula von der Leyen. Na hát igen, de a törvény ez most már hatályos is, tehát azzal... Jó, csak nem tudjuk, hogy a gyakorlatban mi lesz. Igen, mi lesz. Igen, a szankciós része gyenge, tehát tulajdonképpen ez egy fenyegetés is lehet, és nyugodtan belefér, hogy a Fidesz ezt megint csak egy politikai terméknek tekinti, igazából nem is akarja alkalmazni, csak azt akarja, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ő ezek ellen föllépésnek. Ki ez fontos, de igazából nem fontos. De az uniónak ez mindegy lesz? Szerintem nem, mert az unió abból indul ki, ami ott le van írva. Nem abból, hogy ők igazából ezt nem akarták alkalmazni. Tehát ez ugye ugyanaz, mint az a felháborodás, ami volt a rendkívüli jogrend kapcsán, hogy ők nem tették bele tehát határozatlan időre hirdették ki, pedig hát lehet, hogy úgy gondolják, hogy ezt be akarják, igen, azért fejezni, de a leírt szöveg szerint akár a... Úgy fogalmazott egy fél mondata, hogy ha indul is kötelezettségszegési eljárás, és majd a végén az uniós bíróságon köt ki, igen, ez a történet, akkor az akár 1-2 év is lehet. Ez viszont egy fontos részlet, mert ugye jövőre választás. Ha a Fidesz nyer megint, akkor onnantól kezdve egy újabb felhatalmazással nehezen lehet majd őket megfogni. Ha viszont kormányváltás lesz, akkor nyilván a kormány megmódosítani fogja az új kormány ezt a törvényt. Szóval itt az időtényező az nagyon nem minden. Önnek teljesen igaza van, ez mindenütt számít most a mi esetünkben. Tehát ez ugyanez vonatkozik a jogállamisági eljárásra is, hogy az is egy hosszabb folyamat, és az sem biztos, hogy befejeződik a választásokig. Még akkor se, hogyha szeptemberben, vagy októberben elindítják, ahogyan azt Vera Jourová biztos, vagy Johannes Hahn biztos ígéri, hogy elindulnak. Tehát itt valóban ez egy versenyfutás az idővel, és könnyen lehet, hogy a választásokig ebből nem lesz semmi. A jogállamiság eljárásnál az abszurdum is megtörténhet sajnos, hogy a pénzek felfüggesztése vonatkozó döntés már csak akkor születik meg, amikor már egy új kormány van, és őket fogja ez érni, ez sajnos bele van kalkulálva a dologba. Azért ez sokat elmond megint arról, hogy, igen, az unió hogyan tudja a már bent lévő tagállamokat. Igen, nagyon kevés eszköze van, tehát még nagyon sok eszköze van a tagjelöltek, igen, befolyásolására, addig a bent lévő tagállamokat nagyon nehezen tudja kordában tartani. Köszönöm szépen az elemzést. Én is köszönöm szépen.